veszélyeket rejthet magában egy közösségi oldal. Tehát próbáljuk meg ezeket összegyűjtögetni. Az internet veszélyeiről beszélgettek paksi általános iskolások még 2017-ben. A közösségi oldalakra feltöltött fotók tiltott felhasználása és a személyes adatokkal való visszaélés is szóba került. Anyukámmal fordult elő ilyen, hogy ráért egy ilyen híresebb személy Facebookon, és utána kiderült egy órával később, hogy a profil hát ugye hamis. 2017 óta sokat változott az internet, ám a világháló nem lett biztonságosabb. Néhány hónapja mutattunk be egy esetet, aminek során egy nő felhasználó nevét és jelszavát ellopva a nevében küldtek fenyegető üzeneteket egy ismerősének Facebookon. De e bosszúból feltöltött aktképekkel is gyakran követnek el internetes bűncselekményeket. A rendőrség sokat tesz azért, hogy az interneten senki ne váljon kiszolgáltatottá. Több kampányuk is ezt a célt szolgálja. Februárban például egy egész héten át a világháló veszélyeire hívják fel a figyelmet. Ezek a fotók például Dombovári Tamási vagy épp Dunaszentgyörgyi iskolákban készültek néhány napja. Tolna megye számtalan iskolájában tartottak a bűnmegelőzési munkatársaink a gyerekeknek előadásokat. Ennek az egésznek a lényege az, hogy tudatosítsuk a fiatalokban, különösen a gyermekkorú személyekben, hogy az internetezés egyébként nagyon jó dolog, azonban számos veszélyt rejthet. A személyes adatokkal vagy fotókkal visszaélés mellett gyakori jelenség az is, hogy a besurranók használják a közösségi médiát. Azt figyelik, hogy a felhasználók mikor posztolnak az otthonuktól távoli helyekről. Az ilyen veszélyekre hívták fel a rendőrök a gyerekek figyelmét. Munkatársaink bűnmegelőzési tanácsokkal látták el az ifjúságot. Ennek keretében meséltek nekik arról, hogy hogyan töltsenek fel profilképeket magukról, hogyan készítsenek szelfit, valamint arról, hogy hogyan védhetik le saját oldalaikat, akár a Facebookon, akár az Instagramon, illetve akár a Twitteren, hogyha valaki ilyen oldalt használ. A rendőrök az akció keretében összesen 5 Tolna megyei általános iskolában tartottak bűnmegelőzési előadásokat.